Idegen látogató a naprendszerben. Elszalasztottuk az emberiség legnagyobb lehetőségét. Oumuamua küldetése. A titokzatos kvantumérintés. Egy láthatatlan világ hullámai. Jutalmazó diktatúra. A globális önkény új trükkje. A Minotaurus labirintusa. Kréta rettegett csodafegyvere. Kánforrá vált túrázók. Rejtélyes eltűnések a nemzeti parkokban. Stigmák. A szenvedés és a boldogság extázisa. A negyedik piramis. A fekete kőgúla legendája. Ezékiel látomása. Atlantiszi időgép. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin augusztusi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a nézőket is Robert nevében is. Üdvözlöm Önöket. Dombóvári Gábor vagyok. Remélem tetszett a múltkori adás. Majd meglátjuk a visszajelzéseket, mert azért hozom szóba, mert elmondtuk a múltkor is, hogy Szűcs úr egy kicsi hosszabb túrára indul Nepálba, a Himalájára, és ezért egy-két műsort így előre felvettünk, ez csak a sorsolás befolyásolja. Azt viszont örömmel mondom, hogy akkor fogsz hozni. Gabi, bocsánat. Felvételeket. Várj egy poént. Igen. Most... Mi egy kicsit hamarabb vagyunk most, durván egy hónappal, igen. Amikor ez az adás, ez a műsor, igen, adásba kerül, akkor május 22-e lesz. Van. Én akkor már egy hét híján éppen majd indulok, tehát a következő adás idejében, amit szintén hamarabb veszünk fel, akkor én már jövök visszafelé. Tehát ha úgy kérdezed, igen, akkor én már ott vagyok kint egyébként, igen, mert igen, május 2-án elindultam, és már 20 napja, uh-huh, 5000 méter magasabban légszomjal küzdve, hegyi betegséggel mászok, és keresem egyetlen nyomait. Igen, hát akkor az idő paradoxon azért lehet, hogy közbeszól, és elképzelhető, hogy a Himaláján Szűcs Robert találkozik Robival. És akkor meglátjuk, hogy mi lesz, mert időutazásról is szó volt már nem egyszer ezekben a műsorokban. Na de, félre a tréfát, nem is olyan tréfa. Nem. Azért is hoztam ezt szóba, mert a június 10-i adásunkban sorsolunk? A június 10-i adásunkban fogjuk kisorsolni visszamenőlegesen 8 adásnak a nyereményeit. Tehát a felvételek miatt, amiket most előzőleg csinálunk. És a nyeremény pedig itt van a májusi, mármint a fél éves előfizetése a Hihetetlen magazinnak, és jobb kézről bal kézbe az egészségháború, tehát a Hihetetlen külön száma. Mindig elmondom, hogy az egészségháborúról csináltunk itt már műsort, és azért hozom szóba, mert kettőt is, mert nagyon nagy visszhangja volt, de hát most én nem akarok belemenni a gyógyszermafia és ezzel kapcsolatos, és az élelmiszermafiával kapcsolatos dolgokba, már csak azért sem, mert ennek a mainak az a címe, hogy az aranylemezek üzenete. Ahogy ezt néhány héttel ezelőtt már megígértük, beígértük, hogy csúnyán mondjam, de mindenféleképpen most sort kerítünk rá, és azt hiszem, hogy ez is nagyon nagy érdeklődést fog kiváltani. Már csak azért is, mert ezek az arany vagy arany és réz ötvözetből készült lemezek, most nem hanglemezekről van szó, évszázadok, évezredek óta bizonyos helyeken megtalálhatók, itt barlangrendszerek vannak, különféle lemezek. Szó lesz itt a műsorban, hogy Romániában, Erdélyben, az Uralban, az Andok alatt, Dél-Amerikában, Ekvádorban, nem sorolom el, és azt hiszem az összeset tese, de miért is került most sorra, azon kívül, hogy megígértük az aranylemezek üzenete? Gabikán, nevetni fogsz, többször elmondtuk ebben a műsorban, hogy a kedves nézőink mindig tettek javaslatot valami fajta témára, és az egyik kedves hölgynézőnk azt mondta, hogy tisztelt Dombóvári és Szűcs urak, javasolnák önöknek egy nagyon izgalmas, érdekes témát, önök bizonyára ismerik, de még nem foglalkoztak vele, és ezek legyenek ezek a bizonyos aranylemezek. Hát akkor most örömmel közöljük, hogy a kérésének elegettél, és akkor így jött ez az aranylemez. Már csak azért is, mert nagyon sok magyar vonatkozása is természetesen van. Természetesen, ez egy hihetetlenül érdekes téma egyébként az egész. Már megmondom neked őszintén, hogy ez egy kicsikét, egy pincirikát ilyen ingoványos terület. Az ingoványos terület várja igazából csak azért, mert nagyon összetettek ezek a dolgok, nagyon-nagyon-nagyon sok elmélet létezik, és igazából nem igazából pejoratív értem, aztán nem lennénk magyarok, hogyha nem lenne legalább 5 csoport, aki ezeknek a különböző dolgoknak az eredményeit magának mindikálja, tehát ő úgy gondolja, hogy ő tudja megmondani ezzel kapcsolatban a tutit, ugyanis mind a két esetben egy kicsit kisebb terjedben foglalkozunk az erdélyi aranylemezekkel, ami itt volt a szomszédban, és
nagyobb terjedelemben az Ecuadorba, a Juan Moritzba és a Moritz János által megtalált barlangba, illetve a kutatásokkal kapcsolatos dolgokkal, de itt mind a kettőben nagyon-nagyon hiányosak az információk. Tehát magyarán majdnem úgy mondanám neked, mint amit az előző adásban, amikor a Holddal foglalkoztunk, hogy ott kevés információt szivárogtatnak ki. Itt, amikor meg kijön az információ, akkor kiderül róla, hogy ezt mindenki a saját szájíze szerint próbálja értelmezni. Ennek a műsornak a kapcsán felmerült, hogy esetleg lesz egy vendégünk, egy kedvességi ismerősöd, akit végül is aztán nem tudtunk elérni, akiről el lehet mondani, hogy ő az, aki tényleg személyesen találkozott. Hát ott volt a helyszínen. 80-as években többször beszélt vele, de te is egyeztettél vele, én is beszéltem vele, és akkor kiderült, hogy elmondta, hogy nagyon-nagyon kevés információ van, az sem áll az ő rendelkezésére, nem különböző archívumokban van. Már a felvételeket illetően. A felvételeket illetően, igen, mert akkor hivatalosan csinálta a magyar akkori rendtérnek a megbízásában volt kint. Na, és de ezeken a felvételeken is, hogy például ez a Juan Moritz, Moritz János olyan zárkozott ember volt, annyira bizalmatlan volt, nagyon-nagyon-nagyon kevés emberrel osztotta meg, egy akkori barátjával, Cellár Zoltánnal osztotta meg, erre majd kitérünk még, de igazából az volt, hogy amiket elmondott, tényleg csak csepegtetett. Tehát senki sem tudta kialakítani az egész képet. Elmondott valamit, majd amit elmondott, akkor abból igazából mindenki próbálta összeállítani a képet, hogy na most igazából mit is akart mondani. Akkor belezavart a képbe, hogy Erich von Däniken 1972-ben kiment oda hozzá, ő volt az egyetlen, akit fogadott. Elmondott neki rengeteg dolgot. Ellenben Däniken fölépítette a saját elméletet. Tehát akkor ő hihetetlen népszerű volt, mármint a Däniken. Igen. A Moritznak a nevét nem igazán ismerték még akkor, akkor kapta úgy kezdve, hogy fölkapta a világsajtó, Dänikenét viszont igen. Däniken azokat a dolgokat, amiket ő hallott a Moritz Jánostól, beépítette az ő saját elképzelésébe, és erről írt egy könyvet, amin egyébként aztán később a Moritz volt a legjobban kiakadva, mert azt mondta, hogy ez a könyv igazából nem azt tartalmazza, amit ő elmondott. Na mindegy, szóval erre majd visszatérünk, mert az erdélyeket kezdünk. Tehát az a lényeg, hogy minden időpontban voltak emberek, ott voltak, elmondott valakit, és akkor mindenki megpróbálja azokat a dolgokat, és minden egyes kutató értelemszerűen nagyon jól mondtad például, hogy ezeket az ősi eredetet magyarsággal kapcsolatos dolog. Bizony. Bele fognak keveredni egyébként a románok is, vagy én utána néztem ennek a dolognak. Tehát, hogy nagyon sok ilyen ősi vonatkozása van, és akkor vannak olyan kutatók, akik igazából minimális formában foglalkoznak az aranylemezekkel, és nem az aranylemezek megfejtésével foglalkoznak, mert valljuk be őszintén, soha senki nem fogott a kezébe egyetlen olyan aranylemezse, ami bizonyíték lenne, ami bemutathatná, hogy ez tényleg így van. Tényleg ott található. Tehát mindig csak olyan ember tudnak mondani, aki látta azt, vagy aki látta azt, az embert, aki látta azt a bizonyos anélyemben. Tehát, hogy nincsenek meg ezek a bizonyítékok, és ez így tágteret enged annak, hogy mindenki kidolgozza, de mondom, valaki csak erre megy rá, valaki csak az ősi vonulatra, valaki az írásjelek megfejtésére, és ebből kéne egy egységes képet. Igen, én most tulajdonképpen operatőr kollégám idézőjelben mondott, védelmében mondom, egyébként is a Nádor Filajos kollégám. Igen, persze. Hogy a Moritz János, a Juan Moritz is, hogy úgy mondjam, kicsit ludas volt ebben a témában. Persze, mert ahogy mondod, hogy csöpögtette az információkat, és az volt az érdekes, hogy pontosan ezt az expedíciót, ahol a Lajos volt az operatőr, ő hívta meg, és ő finanszírozta, és utána mégsem mondott el mindent, amit lehetett volna. Sőt, nagyon-nagyon-nagyon keveset, a Nádor Filajos nagyon-nagyon keveset, megmondja, ő neki nem mutatott meg, nem vitt el a barlanghoz, a közelébe sem mentek, nem mutatott meg egyetlen ilyen aranylemezt. Azért hívta. És azért hívta meg, semmi nem lett ebből az egészből. Ja. Ő neki volt egy valami fajta elképzelése ezzel vonatkozólag, hogy ne felejtsük el, hogy ez a 80-as években volt, és a Juan Moritz az még a második világháború után emigrált innen, és kiment Argentinába, aztán végig is Ecuadorban volt, és Ecuadorban találta. De jó gazdag ember lett, meg bányái voltak. Ő azt mondja, hogy ő látta ugyan a bányákat, most ugyanez a nagyon mondok, látta a bányákat, látta azt a kis medványokat, amiket onnan kitermeltek, aminek, de igazából még oda sem mehetett be, tehát oda sem ment be. Tehát gyakorlatilag beszélgetésekre hagyatkoztatott, pedig ő, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy körülbelül 5 éven keresztül ment ki, igen. Fél évente, mint egy 10 alkalommal volt ott, tehát az az ember őt
bizalmába, barátságába fogadta, és annak ellenére sem osztotta meg vele. Igen. Ennek a szkeptikusok szerint azért, mert nem volt mit megosztani. Aki fogékony erre a témára, meg azt mondta, hogy nem akarta, vagy valami, ami nem akarta, mert úgy érezte, hogy azzal, hogyha ő megoszta ezeket a dolgokat, akkor rossz kezekbe kerülnek ezek az anyagok. Pontosan. Mindenki elkezdett. És elárulja az indiánokat. Elárulja a suár indiánokat, akiknek a segítségével megtalálta. Jó, jó, kész. Most megszakítlak, mert úgyis megyünk még tovább majd a későbbiekben, jó, de kezdjük azt mondtad, hogy kezdjük azzal, hogy Máramaros Erdély. Hogy hívják, milyen lemezek ezek? Ezek a színzú lemezek. Színzú lemezek. Szóval, ha valaki a rovásírással vélt ezeken a képeken hasonlóságot felfedezni, akkor nem téved, és mindjárt át is adom neked a szót, de azért szokás szerint elmondom, hogy mire számíthatnak még a mai műsorban. Óriások a történelemből, és nem csak a Bibliáról van szó. Majd mutatunk ezzel kapcsolatban is dolgokat. Akkor ezt az alagútrendszert már említettük, a Thaiosz barlang, amit éppen Móricz János táltos barlangnak nevezett el, és aztán, hogy miféle kincsek után kutatnak, aranylemezek után, stb. És arra nem biztos, hogy fogunk tudni válaszolni, hogy mi van a Thaiosz barlangnak a mélyén. Minden esetre sokan próbálkoznak. Tehát itt voltak ezek a színzú lemezek, szépen megzenésítve, és rajta ezek az írásjelek. Szóval ez nem egy geometriai lecke volt, hanem... Hát ez a történet úgy kezdődött, hogy nem innen, hanem 1973-ban Spanyolországban leszállt egy földön kívüli űrhajó. Ennek a földön kívüli űrhajónak az alján egy nagyon furcsa jel volt. Ez egy orosz zsébetűről hasonlít, ez két ilyen félkör, középen egy egyes szár is így össze van kötve, tehát egy klasszikus a cirill betűs, tehát az orosz zsébetűnek megfelelő jel. Van, aki ennél több kis részt, tehát mint hogyha két egymásra fordított menóra lenne, tehát még kis szárak is, mint egyáltalán a szárai, azok is meglennének, de maradjunk, a klasszikus zsé az volt az elterjedtebb. Ez ott volt rajta a járművön, valaki csinált róla egy fotót, és a fotón lehet látni, hogy valamilyen okból ez a betű ez valóban ott van. És azok ott üzenetet adtak át, és egy aranylemezt is hoztak ide a földre, amit átadtak ott egy ilyen UFO kutatónak. Erről tudomást szerzett az Erdélyben élő Izsáki László, aki ezt megpróbálta megfejteni, majd ő rájött arra, hogy az idegeneket úgy lehetne ide csalogatni, a szó fizikai értelmében, hogyha ezt a bizonyos jelet, ezt az orosz zsébetűt, ezt nagyban
felfestik. Mármint a földre. Vagy a földre, igen, vagy valami, és ahol ezt a jelet meglátják a földön kívüliek, akkor oda leszállnak. De úgy, mint egy gabonakört, szóval úgy igen, de mint hogyha mondjuk festékkel fölfestenéd, vagy kiszórod, igen, vagy kövekből, vagy bármiből kirakod, mint a naszka vonalak, vagy kivágod a földből. A probléma igazából az, hogy ezért vannak némi nemű fenntartásaim, és ebben a műsorban azért mi meg szoktunk fogalmazni azért némi nemű ilyen kritikus gondolatokat is. Én nem hiszem, hogy bárki a Földön kívül és a Föld körüli térségben tartózkodva észrevenne egy, mint egy 20 méteres alakzatot, mert azért az nagyon picike, tessék már megnézni egy ilyen űrhajós filmet. De attól például nagyon sokan hisznek, a 90-es években, meg 92-ben, vagy 93-ban, a budaörsi repülőtér mellett, ott van egy ilyen kis repülőtér, ahol kisgépek szállnak föl, ott volt egy 30 méteres ilyen ábra, sajnos nem mozott oda, tudomásunk szerint egyetlen ilyen földön kívüli se. Na mindegy, de ő elhatározta, hogy ezt a módszer fogja használni. Egyébként akkor a spanyolok hát azt mondani, hogy világára repítették. Igen, gyakorlatilag a világ, szóval szinte minden újságban értek róla. Ők azt mondták, hogy az Ummo bolygó, és az ummitáknak nevezték el őket, ezek a földön kívüleket, hogy feltűnően emberszerű lények voltak. Izsáki ezt egy kicsikét túlspirázta még, egy kicsikét még rátett, és akkor azt mondta, hogy nála már Amma bolygóról, ez a Sirius rendszerhez tartozó bolygóról van szó, nem volt, hogy Ammaniták, vagy akár csak minden, csak majdnem, hogy Amma bolygóra. Onnan jöttek, és gyakorlatilag, hát egy picikét teljesen emberszerű, teljesen... És mit szóltak ez a dogonok? Hát akik ez az Iriusról származtatják magukat. Így van. Na látod, ez egy nagyon érdekes lenne egyébként. Ez nagyon jó dolgot mondták, amikor mindig mondjuk, hogy holisztikus gondolkodásmód, hogy egészében kéne szemlélni, hogy mi megpróbáljuk kirakni egy-egy kis kockáját, mindig oda beilleszünk egyet. De milyen jó lenne összehozni, igen, hogy mit mondanak azok, akik, és azon kívül a Sirius nem csak a dogonoknál, tényleg dokumentálta szerepel, de ezen kívül az összes magas szürkékkel foglalkozó plejádok, mindenhol benne szerepel a Sirius, tehát mind onnan jöttek, vagy kapcsolatban állnak vele, vagy a Sirius irények, tehát iszonyúan sok történetben szerepel, de többek között ebbe is. És akkor ez az úr, ez igazából, Gabi, próbálok, látom, az arcodra látom, gyorsítok. Pedig próbálok póker arccal nézni rád. Igen, de ismerjük már egymást. Gabi, ja. ez az úr úgy döntött, vagy akkor még elvtársott az akkori nagy Romániába, úgy döntött Erdélybe, úgy döntött, hogy megcsinálja ezt a bizonyos jelet. Több időpont is volt, az a baj, hogy igazából, ha meg akarnád kérdezni, hogy van-e, hogy mik a bizonyítékok, akkor sajnos csak olyan ember van, aki ismert egy olyan embert, akinek elmondta ezt az egész történetet, tehát nem közvetlenül tőle hallottuk a történetet. Az egyik szerint csak kutatók mentek ki, a másik szerint egy valami fatelep volt valamilyen erdőségben Romániában, mindegy, felrakták a jelet, ott vártak lelkesen, majd eltelt négy nap, és megjelent egy földön kívüli űrhajó. Én egy kicsiként pincérinak tartom, egy emberszerű lény szállt ki belőle, utána 2 és 4 méter átmérő volt, tehát a 4 méter itt mármint a stúdióban. Mármint az űrhajó, igen. Igen, hogy félnek na most egy ilyen csészajszerű szerkezetben nem igazán lehet beleférni, tehát az egy ilyen, nem tudom, de baromi kényelmetlen lehetett. Na mindegy, azok ott kiszálltak belőle, és kihoztak valami 24x24 cm-es doboz, nagyon jól mondtad, mert ilyen réz és arany ötvözete, vagy arany volt, mindegy szerint különböző verziók vannak. Azt akarták átadni, amiből ők azonnal tudták, hogy 84 darab aranylemez van, ezt nem tudom, hogy sikerült megszámolni. És akkor abban a pillanatban beütött a menkű. Jött a szekú. És jött a szekuritáta, az akkori román titkosszolgálat, mert azok valamiképpen füles kaptak, hogy hát ezek a fránya ufukutatók itt mesterkednek, és itt valami hívják itt a gazimperialista idegeneket, és hát ezt le kell lepreznünk. Most innentől kezdve egy ilyen szipis történet alakult ki, mert a gyűrhajós átadta egyiküknek ezt a bizonyos dobozt, és mutatta nekik egy ilyen kis valamilyen területszerszekezet, hogy meneküljenek az erdő felé, majd a másik kijött még egy lény az űrhajóból, és az valami fajta eszköz segítségével, amit filmekben szoktunk látni, amikor megállította az időt, de csak a szekuritátések számára. Igen. Tehát akkor azt látjuk, hogy mindenki itt hirtelében így Matrixban, meg ezek a zsenelés, mindenki így lelassul, viszont a szereplők, ők meg simán el tudtak futni, de mint a valami időburkot vont volna köréjük, nem tudtak semmit csinálni, fegyver volt a kezükben, gépviség volt a kezükben,
nem tudtak ülni, és azok sikeresen elmenekültek. Aztán utána innentől kezdve már több szára szakad, az egyik szerint, amikor elmúlt ez az idő, burok, az idegenek elrepültek, akkor megszűnt ez a hatás, akkor az egyik tudott lőni, lelőtte az egyik menekülőt, a másik szerint a idegenek valamilyen eszköze, valamelyik szintén menekülőt, a jók közül, valami a tarkóján, valami sepp menekülőt, és utána. De a dobozt elvitték, majd azt mondják, hogy miután ugye a szekuritáte mindenhol ott volt, és fránya módszerrel, valamilyen nagyon furfangos módszerekkel megszerezték ezt az egészet, és ismeretlen helyre vitték. Van, aki azt gondolja, hogy a rendszerváltás előtt, 89 előtt nem sokkal, ott ezt végül is beolvasztották. Na most ezeket, ideig, akik amit birtokoltak, abból összesen 16 darab. Igen, itt van ez a ebben a műsorban, amit bemutatok, 16 darabot. Na de ezzel kapcsolatban is mindenkinek megvan a maga elmélete, hogy ez mit lehet, ha fél percet hagysz, vagy egy percet, Gabi, én sok. Azt mondanám, jó, erre azt mondanám, én nekem egy picit bocsánat a kifejezésért, tudom, hogy ezek nem az eredetiek, tehát amik itt vannak, az, aki megcsinálta egy grafikus, ezeket az aranylapokat csak alá helyezte a program segítségével, tehát ezek csak fehér papírlapon vannak meg, gyermekdedek. Tehát általános iskola, negyedik osztályos szintű ábrák vannak rajta. A 70-es években, amikor mi elindítottuk a Pioneer szindát, ami már kint van a naprendszer határánál, ott volt két emberi alak, egy férfi és egy nő, a naprendszer számok, tehát ugye egy bézsben. Nem utal igazi földön kívülire valamire, egy földön kívüliek egy idegen világból, egy idegen galaxisból, vagy idegen naprendszerből ide érkező földön kívüliek, nem primitív hadszögeket, ilyen akárcsát rajzolnak, hanem átadnak egy holokristályt, egy memóriakristályt, vagy ha mégis ilyen aranylemezeket adnak el, vagy egy... Így van, de valami olyasmit, amin lehet igazából fel... Tehát ez a probléma, tehát ebben én nekem ez a problémám. Attól függetlenül, miután nem tudjuk, hogy valóban ezek az ábrák hogy néztek ki azokon az eredetieken, bár annak az illetőnek volt, mert végül is a fáma azt mondja, hogy 3 éven keresztül náluk volt, tehát idejük volt rá. Na jó, akkor most nehogy azt higgyék, hogy kis kitérő következik, mert szervesen illik ez is a mai műsorhoz, de tulajdonképpen ha fel kell tenni a kérdést, akkor én úgy tenném föl, ahogy már mások is megfogalmazták, hogy nehogy azt higgyük, hogy a mostani emberiség előtt mások nem éltek ezen a bolygón. Tudom, hogy ez hihetetlen nagy ugrás hirtelen, hogy eddig úgy higgadtan beszéltünk a vallásról, meg a magyarságról, de ha nem merjük kitágítani a szívünket odáig, hogy más emberiség, más emberfajták és más hatalmas tudások is voltak már ezen a bolygón, hanem továbbra is azt hiszük, hogy csak mi. Hát csak annyit mondok, hogy menjetek fel az internetre, miket titkolnak, 16 méter hosszú emberi csontvázakat ástak ki, már 1950-ben is. Több mint 10 olyan lelet van, hogy a legkisebb is 6 méteres. Nem én találom ki. Ha angolul beírod, hogy óriások vagy bármi, akármelyik szót, hihetetlen gyönyörű helyszín, dátum kiásta ki. Tehát a mostani könyvünkben már, tehát a régészet ugyanabból a hierarchiából származó tudósai olyan erővel titkolják. Ugye most jó helyen vagyunk, mit ír a Biblia? Óriások valának a földön, akik megkívánták az emberek leányait. Esküszöm, hogy így van, tehát szerintem talán szó szerint is mondtam. És hiába minden, találnak elképesztő méretű emberi csontvázakat, egészen más forrását az életnek, más kultúráknak. Én megtaláltam a szanszkrit nyelvi írásokban a következőt, amikor lefelé halad az intelligencia, az emberiség méretében egyre kisebb és kisebb, sorsában pedig egyre szerencsétlenebb lesz. Amikor pedig újra jön a fény és a változás, az emberek nyúlni és nőni kezdenek. Hát a fiam egy fejjel magasabb nálam. Hát én most 50 vagyok, ha az én kortársaim között valaki 190 fölött volt, ugye én például kézilabdáztam és beállós voltam, és mindig arra emlékeztem, hogy akkor még át lehetett lőni falakat, meg hasonló. Hát a fiam a maga egy fejjel magasabb méretében nincs az első 10-ben. Nem tudom, ti hogy látjátok. Hát annyira látszik, hogy még ez is igaz, és csak egy példa, hogy stílusban folyan nyúlánk hatalmas emberek kezdenek, ami egészen fura, tehát nagyon-nagyon érdekes dolgok ezek.
Ezek szerint mi most felfelőhívelő, már mint az intelligenciát illetően évadban vagyunk, mert hogy egyre magasabbak az emberek, és ha jól tudom, akkor a világ népei közül a hollandok a legmagasabbak az átlagmagasságot nézve, akkor ők most a legintelligensebbek? Hát nem tudom, hogy... Vagy ezek a 18 méteres csontvázak? Gabi, ez a beállítás azért került ide, mert a Móricz, amikor ő... Mondtam, hogy van összefüggés. Természetes van összefüggés, akkor ott egy helyi pappal, aki ilyen ásatásokat folytatott, elkezdték ezt vizsgálni, és a pap azt mondta, hogy ők találtak egy ilyen csontvázat. Megvallom őszintén, soha senki nem vizsgált még meg egy ilyen csontvázat. Azt, de itt volt a kép. Itt láttunk, várjál, láttunk egy olyan, ezek hamisítványok sajnos, amiket láttunk egy olyat, hogy ki van állítva egy ilyen múzeum, egy ilyen hatalmas csontváz, egy ilyen kreacionista múzeum, ami azt akarja bizonyítani, hogy ezek voltak azok a bibliai óriások. Ezt már egy másik műsorban elmondtunk, hogy a bibliai óriások nem ilyen óriások voltak, hanem azok, jött egy 2 méter 40 centis olyan lehet barbár, akit éppen Góliátnak hívtak, aki 250 kiló volt, és egy merő izom, és ekkora vállai voltak. Majd jött a Dávid, a maga kis 150 cent, és akkora magasságával, ami egy kis vékony, inas emberke volt, és egy kicsikét okosabb volt, előkapta a paritjáját, és halántekön vágta vele a Góliátot. De ilyen volt a különbség. Szóval, de nem 18 méter. Nem 18 méteres, meg 7 méteres, meg ilyeneket, soha senki ilyeneket nem vizsgált meg. Tehát ez engem igazából zavar, hogy ebből, és látod, milyen fantasztikus, tehát egy normál egy ember, aki ezt elkezdi nézni, azt hiszi, akkor azt hiszi, nem, hát ott egy hatalmas koponyát tolnak föl, ott éppen ássák az eget. Ez a Photoshop programnak a segítségével van csak. De Gabi, de arra sem gondol utána senki, egy ekkora lény, egy ilyen vászszerkezettel, egy ilyen csontszerkezettel nem létezhetett volna. Semmilyen más nyomát nem találták, nem találták meg lábnyomát, nem találták meg semmit. Ez az ember akkora lett volna egy 16 méteres, valamint egy 5 emeletes vagy 6 emeletes házikó, egy akkor óriás, soha nem szerepeltek ilyenek, lesz a fantasy történeteket leszámítva. Igen. Ilyen nincs. Nem lett volna alkalmas ez a szerkezete a Föld nevű bolygón. Az ember azért ekkora egyébként, mert... Ez optimális arra, hogy az ilyen gravitációs viszonyok között a mostani legnagyobb állatok, emlősök, azokat szedtek, azok az óceánban élnek, mert a víz felhajtva erre. Na de gondolod, de már csak a csontrendszert is, szóval, amikor a súlytalanság állapotában, vagy éppen Holdon, vagy máshol, ahol a gravitáció más, hát a földi embereknek a csontrendszere is károsodik. Hát mikor visszajöttek az űrhajósok, hát ezt lehet tudni. Így van, és de egyébként azok az emberek, akik mutatnak ezeken a felvételeken, ezeket a szegény, magas emberek, ezeknek a 95%-a egyébként beteg, mert nem bírja a csontozatuk, már ezt a magasságot sem. Fizikailag nem lett volna alkalmas az a csontszerkezet. A legnagyobb szárazföldi állatok, a dinoszauruszok, azok teljesen nyújtott testű, tehát azok alkalmazkodnak, az élőlények nagyon okosan, nagyon intelligens módon alkalmazkodnak annak a bolygónak az életteréhez, akik nehol léteznek. Még a zsiráf is. Így van. Így van, de hát annak is csak a nyaka hosszú egyébként, vagy valami. A zsiráf egyet azért lett olyan, mert ugye elérje azokat a magas, mert hogy voltak olyan faágak, amik olyan magasra nőttek. A fák is okosak voltak, ezt elmondtuk egyik műsorban. Igen. Mert a fák viszont elkezdtek fölfelé nőni, és bármi erőhelyes, Gabi, intelligens, egy fa. Nem növesztett ágakat olyan magasságban, erről jöttek a zsiráfok, azt mondták, velünk aztán nem szúrtok ki, mi meg elkezdünk nyakat növeszteni. És végül, ez tényleg így van egyébként. Tudom, ami hihetetlennek tűnik, de a fákról olvastam azt, hogy még üzengetnek is egymásnak, mert ugye az egyik fatörzsön egy fán megjelent valami élősködő, vagy nem tudom micsoda, és akkor a 180 méterre lévő, meg a még távolabb lévő fa már valamiféle ellenanyagot kifejlesztett, mert valahogy ez az üzenet odaért, hogy ott az élősködő nem tudja lenni a kérgét. Ez tudományos kísérlet volt, és tudományos, ez nem egy ilyen, csak egy ilyen hétköznapi megint valami kitaláció. Igen, bebizonyították azt, hogy egy olyan anyagot bocsát ki, ami onnantól kezdve ezeket a bizonyos élősködőket, ezeket elriasztom, és nem tudom. Tehát a természet, ilyen mindegy. Mert hogy a Móricz is részt vett egy ilyenbe, tehát magyarán ő maximális mértékben hívő ember volt, tehát azért tartott ezt Bibliában hívő ember volt. Egyfelől, másodszor ő élethivatásának tekintett, és ez egy fantasztikus dolog, hogy a magyarságnak, az ős magyarságnak a nyomait keresse. Na, akkor most eljutottunk az alagútrendszerig, és Juan Móriczig íme. Egy nagyon őszinte szívű és szellemi kutató volt, a magyar őstörténet nyomdokaiban próbált jutni, Vas megyéből származott,
Ecuadorban tehát talált két olyan törzset, amelyekkel állítólag, és én ebben biztos vagyok, hogy így van, egy vagy két nap után kényelmesen el tudod beszélgetni az ő saját magyar anyanyelvén. És hát befogadta ez a két törzs szép lassan, az ismerettség gondolom barátságá mélyült, és szép lassan megnyíltak, és elmondták neki, hogy ők voltak éppen milyen szellemi feladatot képviselnek. Mert az egy dolog, hogy ott vannak, és biztosítják saját létfeltételeiket, na de van nekik egy szellemi küldetésük. Ugyanis ebben az őserdőben van egy barlang bejárat. És a barlang bejárat egy olyan barlangrendszerbe vezet, amely több száz kilométer hosszúságú, és az Andok alatt húzódik. Részint Ecuador, részint Peru, és mit tudom én, tehát ott most lényegtelen is, hogy megnevezzük az országokat. És ebben a barlangrendszerben, ami nagyon-nagyon régi lehet, mert ő leírja, hogy hát egyrésztről vannak cseppkövek, aztán guano réteg, aztán megint nem tudom milyen réteg, tehát ez valami borzasztóan régi, prehistorikus készítésű alagút rendszer, több tízezer évre tehető valószínűleg a kora, de nem is ez az érdekes, hanem hogy ez az alagút voltak éppen termeket köt össze, és ezek a termek monumentális méretűek is, vagy emberi kéz alkotta, vagy hát én nem is tudom, mert olyan óriási méretűek, hogy az ember, vagy legalábbis ő kétségbe vonta, hogy ezek emberi kéz alkották lennének, és ezekben a termekben nagyon érdekes dolgok vannak. Például van egy földgömb, ami nagyon érdekesen ábrázolja a föld felszínét, nem a mai viszonyokat ábrázolja. Aztán van egy tökéletesen lecsiszolt hegyi kristály koponya, és még valamit találtak ott. Több ezer, több tízezer, teljesen mindegy a szám, aranylemezekre készített feljegyzéseket talált. Móricz Jánostól lehet tudni, hogy azért ezek nagyjából milyen jellegű feljegyzések voltak-e, ő ugyanezt nem közli a irataiban, hogy ezt ő honnan tudja, de hát ezek valahogy a rovásírás megközelítő, vagy a rovásírásra emlékeztető jelek voltak, sőt mondhatnánk azt, hogy ezek rovás jelek voltak, és ő ezeket megpróbálta kibogozni. Már az a jó, hogy itt körülbelül másfél percünk van a következő szállításig, de ez untig elég, mert itt van az alagútrendszer, amit még természetesen folytatni fogunk, és tulajdonképpen, amit az elején mondtam, hogy az a bizonyos Tajosz barlang, aminek lehetett itt látni a bejáratát, hogyan fog össze ez az egész Móricz-féle történettel, közben te ingattad a fejed, mert nem mindent hiszel el. Nem, én azt mondtam, hogy három, és nem másfél. 1965-ben fedezte fel Móricz ezt a barlangrendszert. Hát azt is mondják, hogy 69-ben. Nem, 69-ben azt a nyilvánosságra várt vele 4 évet, majd bement a minisztériumba 1969-ben, és 1969-ben beadott egy beadványt, amelyben azt mondta, hogy ő talált egy barlangot. Szabadalmaztatta. Mint ilyet, de majdnem ezt mondta, majdnem azt mondta, hogy ő igény tart arra, de miután tudja, hogy ez olyan kulturális igény, vagy kulturális örökséget tartalmaz, hogy nem lehet az övé, tehát ez természetesen az ekvádori államot is illeti igen. meg, és ezt egy közjegyzői okiratba foglalta, nagyon-nagyon nagy tudása, pontosan hivatkozott a különböző a ekvádori jogszabályokra, mindenki meg az egy ügyvéd segítségével csinálta ezt az egészet. Amikor azt kérték tőle, hogy miért nem készített róla fényképfelvételeket, mert hogy a 65-ben azért már mindenkinek volt megfelelő fényképezőgépe, akkor azt mondta, hogy a fényképezőgépek valamilyen rejtélyes ok miatt nem működnek odalent a barlangban. Arra nem adott igazából az én információm szerint elfogadható válasz, hogy miért nem hozott föl valamit onnan. Ő pontosabban úgy próbálta magyarázni, hogy azon a területen élnek a suár indiánok. Indiánok. A suár indiánok. Akik őrzik, megengedték neki tulajdonképpen. És megengedték neki, hogy ő lemenjen oda. De Gabi, azért mondom, hogy ez egy végtelenül szövevényes. Tehát ez igazából a 65-ös történet onnan indult, hogy kiment, Móricz kiment a másik világháború után 45-ben vagy 46-ban kiment oda, Dél-Amerikában, majd átköltött Ecuadorba, de előtte a 20-as években ő azért ment oda, mert a 20-as, 25-es években elterjedt, hogy kimentek oda magyarok, akik általában dolgoztak, akkor még nem volt ilyen turizmus, és olyan indiánokkal találkoztak, akik
az ő elmondások szerint magyarul beszéltek. Igen. És utána Móricz is ezt a vonalat is folytatta, tehát bemutatott ott néhány olyan embert, olyan indiánok, akivel megértette magát. De órákon belül, szóval vagy, nem ám, hogy így van, de nem, nem, hát majdnem azt mondja, hogy hello Pisti, jó, szia János, hogy vagy. Most ő mondott valamit magyarul, és az illető magyarul válaszolt, és teljesen bele voltak betegedve, hogy ez hogy történhetett. Na ő azt tartotta volna fontosnak, hogy ennek a, ez bizonyítsa. Akkor olyan dolgokat is találtak, hogy közölt az ekvádori kormánnyal, hogy ott vannak bizonyos olyan öltözékek, amelyek azonosak, amit Magyarországon találhatók meg. Na erre természetesen belejön a politika, amit itt a legeslegén utaltam rá. Bejön egy román szál, hogy a románok ugyanakkor meghívtak egy ekvádori küldöttséget, elvitték őket Bukarestbe, minden jóval ellátták, ez megint a 60-as évekről van szó, 60-as évek vége felé, mindennel, majd megjelent, mert hogy hát ezekben az országokban, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de eléggé korruptak az emberek, az ottani Tudományos Akadémia egyből tisztán látta a helyzetet, és miután annyi anyagot kaptak, most már úgy döntöttek, hogy ez inkább a románokra hasonlít. Tehát olyan kicsinyes harcok folytak, Gabi, és miután ez egy olyan összetett, hogy nyelvi emlékek kutatása, ősmagyarság kutatása, rovás jelek, amiket te mondtál ott ezeken a bizonyos dolgokon, azoknak a megfejtése, az őshazával való kapcsolat, és ez olyan hihetetlen összetetté vált, hogy napjainkban van 4 vagy 5 olyan csoport, van egy olyan kulturális egyesület, ami őrzi az ő hagyatékát. Ez a Móricz János mindegy... kulturális egyesület, de ez már 2012 óta, azóta megvan még? Megvannak, akkor és igen. Tartott a konferenciákat, DVD-ket adtak ki, könyvet adtak ki, megvannak nagyon-nagyon fantasztikusan lelkes emberek, csak nem akarok nagyon gonosz lenni, a nesze semmi fog meg jó napon. Tehát, hogy vagy azt mondják, hogy Móricz azért nem adta nekik oda, mondom, mert nem bízott meg senkiben. Nem adta oda azért, mert úgy gondolta, hogy még nem vagyunk érettek rá. Nem tudta, hogy mire fogják felhasználni. A mormon egyház az érdeklődött utána, nagyon agresszíven is meg akarták mutatni, mert ők is ott találták volna meg a saját gyökereiket. Akkor hihetetlen nehéz volt neki azt bizonyítani Ekvádorban, hogy Ekvádorban tőlünk innen, mit tudom én, 8 vagy 10 ezer kilométerre ott van meg ez az őshaza, és hogy hasonlóságban és azonosságban, sőt, ott egy bizonyos népnyelv volt a 15. században, rengetegen beszéltek magyarul. Igen. Ennek a bizonyítása iszonyúan bonyolult, nehézkes volt, bár hát ő értelmesen maximálisan és most spanyolul. Nem is bizonyítjuk tovább, engem a nézők már néhányszor megfettek, hogy miért nem hagylak tovább beszélni, azért, mert higgyék el, még van mondani való, meg hogy mit látok. Nem mondani való, bejátszás van. Igen, na tessék. A Tájosz barlang a Kondor-hegységben található. Ahhoz, hogy beléphessünk az alagútrendszerbe és az óriási termekbe, több száz méter kell ereszkedni egy olyan körülmények között, amelyek nem szívbetegeknek való. 1969-ben a magyar származású Móricz János eljutott a Tájosz barlangba, és jó néhány napi ott tartózkodás után közjegyző előtt foglalta írásba, amit ott talált. Az emberiség számára nagy kulturális és történelmi jelentőségű tárgyakat találtam. Külön figyelmet érdemelnek egyes fémlemezek, melyek egy letűnt civilizáció történelmét jeleníthetik meg. Ezt Alberto Borgesnek is elmondta az Equavisa egyik exkluzív riportjában. Hatalmas építményeket láttam a föld alatt. Nagy alagutakat, nagy termeket. Emberi kéz által tökéletesen kidolgozva, és rengeteg tárgyat, amelyek felfedik előttünk az emberiség teljes történelmét a Földön. A Tájosz barlang környékén élnek a suarok, akik elsőként fedezték fel a barlangokat, ahová az ott élő tájosz madarak fiókái után kutatva jutottak el. Szarul gerendákat, kőtömböket találhatunk lent, melyekből arra következtethetünk, hogy azokat értelmes lények alkották. 1976-ban volt egy 35 napos közös ekvádori brit expedíció, melynek tagjai közt volt Neil Armstrong űrhajós is. Mikor kijött a Tájosz-barlangból, azt mondta a sajtónak, hogy a föld alatti világba tett látogatása felülmúlja a Holdon szerzett élményeit. Hát, hogyha Armstrong csodálkozik azon, amit ott lát, azt hiszem az eléggé meggyőző, mert csak azért is, mert a világűrhöz hasonlítja. Igen, Gabi, a probléma igazából ezért csak az, hogy a
a Juan Moritz az 1991-ben elhunyt, és én tudomásom szerint 1991-ig soha nem volt hajlandó még bárkit is elvinni oda, bárkinek is megmutatni, és soha egyetlen egy olyan tárgyat nem vette elő. Akadt olyan egyébként, aki azt mondta, hogy látszik ez a barlang, ennek a barlangrendszernek a bejárata a mélyebb régiókban nem nagyon jutottak el, de az elején valóban el lehet menni, és ott tényleg úgy tűnik, hogy itt valahol, valamikor itt valóban faragott, csiszolt kövek de vannak. Azt tehát, akkor ez tényleg egy valami, vagy valami bármikor, de azon kívül mondom, gyakorlatilag igazából senki nem tudott mutatni semmifajta olyan tárgyat, nem tudott olyan, tényleg olyan aranylevet mondani, ezt egy fémkönyvtárnak nevezte el, amiben fémkönyvtár, igen, az volt a neve, és rengeteg-rengeteg dolgot találtak, tehát rengeteg olyan dolog volt, hatalmasnak termeket, és utána ez alapján feltételezték, hogy ez a barlangrendszer nem csak ott kezdődik a fönt az egyenlítőnél, ugye bár, mert azért van itt Ekvádor, ott az az egyenlítő, ott megy keresztül rajtuk az egyenlítő, hanem onnantól egy több ezer kilométeres barlangrendszer, hát végig az Andok alatt mind végig, és minden ország, így van, most az a baj, hogy ennek akkor több száz bejáratának kéne lennie, de sajnos nem találták meg. Megint jön persze, ilyenkor megmozdul az emberbe a kis ördög, hogy ezt mi úgy tudjuk, hogy nem találták. Aztán? Tehát ez megint, tehát azért a védelmére hagyd mondjam el, mert azért ott felmerült, hogy ott egyébként megjelentek katonák, egrecíroztatták az indiánokat, információkat akartak szerezni, mert őket is baromira érdekelte. Tehát onnantól kezdve, hogy hogy kezdték el az emberek tudta nélkül azok a csoportok vizsgálni ezeket a dolgokat, akik tényleg ezeket a földön kívüli emlékeket keresték, arról igazából nem tudunk semmit. Magyarországra ez igazából úgy jutott el, hogy azon az aranylemezeken nem csak arra talált utalást, hogy ezeket földön kívüliek készítették és vésték bele. Nem tudom, hogy miért akarna minden földön kívül aranylemezre vésni, amikor egy eléggé primitív formája lenne az információ átadásnak, nem legyen. De ő megtalálta, ezekben is megtalálta ugyanolyan hasonló jellegű robás, mint amit itt a színzú lemezekről volt szó, tehát ezeket is megtalálta, és ő hihetetlen vehemenciával nagyon-nagyon hosszú időn keresztül próbálta bizonyítani ennek az ősi kapcsolatnak a létét, tehát, hogy nekünk itt közös gyökereink vannak, hogy ott magyarul beszéltek ennek, de miután a hivatalos tudomány ezt nem igazán vette komolyan, tehát értékelhető tudományos eredmény nem született, ezeket a kulturális egyesületek, meg ezek az emberek ápolják ezeket. Na, de olyan ápolják, hogy kiadtak könyvet is. Én láttam, hogy ilyen vastag 3 kilós könyv volt, és abban aztán minden volt az barlangrendszerről, de még olyan feltételezések is. Csináltam egyszer egy hasonló ügyben riportot, hogy a barlangrendszerben akkora nagy termeket találtak, és állítólag űrhajó repülőcsésze, vagy maradványokat is, hogy akkora hely volt, és ilyeneket találtak. Én akkor bátorkodtam feltenni azt a kérdést, de akkor hogy ment be az űrhajó a barlangba? Erre nem tudtak válaszolni. Szóval azért mondom, hogy nagyon ápolják, meg csinálják, most megszokhatták a nézők, hogy mi nem vagyunk olyanok, akik amit látnak, mert leginkább azt próbáljuk bemutatni, ami úgy nagyjából igaznak is tűnik, meg körüljárjuk. Szóval azért mondom, kicsit szokatlan, hogy te is pontosan azt mondod, hogy azért ez nem hisszük, meg kamu, meg hamisítvány, de ezt csak azért mondom, mert ne érjen minket az a vád, hogy csak olyanokat mondunk, amiket el akarnak hitetni. Tessék, nem vagyunk szkeptikusak, de azért elmondod te is a véleményedet. Ennyi, hagyd legyen már benne a véleményed. Persze. Én úgy gondolom, hogy ha én itt akarok hagyni egy ilyen üzenetet az emberiségnek, akkor nem ilyeket. Lehet, hogy csinálok, az arany nagyon tartós, tehát azt mondom, hogy igen, hagyok ott nektek üzenetet, de akkor ott adjuk olyan információkat, ami egészen más formában, mert feltételezem, hogy egy intelligens civilizáció használni tudja, de nem feltétlenül, tehát nem, mint például a színzú lemezeknél, hogy ilyen kis körülbelül a jegyzeteknek egy része olyan, mint amikor valaki unatkozik egy értekezleten, és elkezd firkálni a papírnak a szélére, és kb. Ilyeneket rajzol. Tehát nem volt semmifajta olyan emberábrázolások, ilyen háromszög, ilyen kis pálcika emberkét, amit tényleg negyedikes általános iskolai gyerekek csinálnak. Ja. Tehát én bízom benne, nagyon bízom benne, hogyha ide látogat a Sirius rendszertől, sok-sok fényévet átugorva a térben és időben, ide látogat egy idegen faj,
akkor nem ilyen gyerekrajzokkal üzenget nekünk, hanem valami komplet, kiforrott valamit, ami tudományos módszer. Hát ha csak nem gondolják azt, hogy mi arra vagyunk képesek, hogy a gyerekrajzokból tudjunk még kiindulni. Hát ha ez feltételezik rólunk, akkor szegénységi bizonyítvány nekik is, mert hogyha megfigyelnek minket, akkor már rájöhettek volna, hogy az igazság nem csak odát van, hanem mi is tudunk valamit. Na menjünk akkor tovább, mert tulajdonképpen... Kérlek, most már rohan az idő, el kell ismernem. Nem csak azért, hanem azért, hogy tulajdonképpen kincskeresők is jártak arra, vagy akartak arra menni, mert feltételezték, hogy onnan akkor a barlangokból mindenféle ékszert, meg a mi szemszájnak ingere, mindenféle aranyakat kihoznak. A közismert függőleges lejáraton keresztül sokan lejutottak a barlangba. De innét nem lehet megközelíteni a könyvtárat. Jeremio mindig azt emlegette, hogy víz alatti bejáraton keresztül lehet csak odajutni. De a folyó nem itt volt. 1998-ban Hall lement a barlangba Jeremio fiával. 2000-ben ismét visszament. Aztán emlékezett, hogy Petronio azt mondta, hogy attól, hogy a bejárat a folyó alatt van, még nem biztos, hogy vizes lesz az ember. Hall légi felvételeket készített, és arra a megállapításra jutott, hogy volt egy ősi földrengés, és ez megnyitotta a barlangrendszert. Talált egy helyszínt, ami megfelelt Jeremio leírásának is. Hall feladta a kutatást, és 2005-ben közzétette a kiszámított helyszínt. Erről az angol ekvádori követséget is tájékoztatta. Stan Grist, aki ismerte Móricot és barátját, Szellár Zoltánt, valamint Holt szintén, azt írta, hogy a soárok, akik a Cueva de los Tayos környékén élnek, engedélyezték neki 2005-ben, hogy megvizsgálja a környéket, és megkeresse a titkos bejáratot. És akkor most a legutolsó összeállításnál mindjárt kiderül, hogy mi minden van a barlangban, amiről nem tudunk, mert hogy nem derül ki tulajdonképpen, hogy mi minden van a barlangban. De még egy dolog most... Bocsánat, Gabi, igen. Volt olyan, amikor levitte a barlangnak annak a bejárató részébe, amiből igazából nem tudott semmit, és ott is az illető el akarta venni a fényképezőgépet, és akkor rászólt. Igen, minden egyes alkalommal rászólt, hogy ne használd, úgy sincs semmi értelme, mármint a Móriczhoz. Igen, igen. Tehát az illető nem csinált. Tehát az a baj, hogy soha senkinek nem engedte meg, hogy fotót csináljon róla, soha senki nem látta, és akkor innentől kezdve beindul az emberi fantázia, és akkor egyre többet a legutolsó bejátszásból már egy végtelen fantasztikus, bőséges valami. Persze. És én azt gondolom, hogy mi lennénk a legboldogabb, a Gabi, ha azt megtalálnánk, mert ez egy olyan hagyatéka lenne az egésznek, ami annyi minden kérdésre választhatna. Tiszta szívemből kívánom, hogy végre normális kutatók találják meg, videózzák így le, van, és osszák meg a világban. Na most azért egyet tegyünk helyre, hogy itt a nézőket ne vezessük félre, mert maga tulajdonképpen, ami a játék kérdés, hogy mikor fedezte fel Móricz János a Tayos barlangot, vagy barlangrendszert, már itt is azért szövevényes a dolog, hogy a 60-as években, most akkor a nézők szerintem egyből három dátumot fognak írni. Nem, akkor maradjunk abban, hogy miért elhangzott, hogy mikor találta meg. Igen. Mikor találta meg ezt a barlangot, és utána néhány évvel később, Amikor bejelentette hivatalosan, tehát akkor maradjunk majd abban, hogy akkor a megfejtés, akkor a bejelentésnek a dátuma, igen, lesz majd jó. Tehát akkor, amikor ő nyilvánosságra hozta, de itt is érdekes, mert hogy várt még négy esztendőt, várt vele, igen, tehát hogy 65-től még várt négy esztendőt, és csak utána csinálta. Hát ezt nagyon szépen köszönöm, hogy mondtad, mert ha én mondtam volna, úgyis igen, tudom, szólsz, igen, azért ennyit igen, ne segítsek. Na nézzük meg akkor, kérem szépen, ez, hogy tulajdonképpen a kérdés úgy hangzik, hogy mi található a barlang mélyén, de hát feltételezések. To this version, the version of Petronio Jaramillo, what's down there? Well, basically, what's in the treasure caves is different
different chambers filled with golden statues, and then there's also a chamber filled with many metal books, possibly made of copper, gold or a gold-copper mixture. There's also what he described as a metal library of little plaques of crystal, very clear crystal, and the metal library has inscriptions, and what he could only describe could be similar to Sanskrit or Eastern language or symbols. And the crystal library contained, each plate contained engraved channels with diamond incrustations. So one, I suppose, was more the metal library was something more similar to writings here, and then the crystal plates were something he had not ever seen before. He tried to scratch the plates and he couldn't. He wrote his initials on 7 of the books that he took down, and also on the walls, but he describes the crystal as being too hard to scratch. There was many chambers, some of them filled with toys, with marbles, with workshop, what looked like machines for making jewellery, animals on pedestals, not a fly or an elephant was missing from these. There's also a mixture between human and animal features. There was another chamber filled with maternally themed sculptures, mothers holding child and things like that. Possibly he described some doors covered in rubies and precious stones, possibly tombs, possibly other doorways. There was a skeleton whose bones had been covered in gold that was lying in a crystal coffin. It's quite a description, and my father said, "Do you understand what you're describing? This sounds impossible." And Petronius said, "Yes, but it's what I saw." Szépen azt az elején elfelejtettem mondani, hogy nagyon szépen köszönjük azokat a megfejtéseket is, amelyek külföldről érkeznek, mert most is sok helyről írtak, Németországtól kezdve sok felől. Ausztrália, Brazíliáig, Svédország, Nagy-Britannia, Egyesült Államok. Hát természetesen mindenkiről nem tudunk beszámolni, aki nyer, azt úgyis elmondjuk és elküldjük természetesen a nyereményt. Tehát a nyereményt elmondtam, most ehhez, hát én megint csak azt tudom mondani, hogy nyitott a kérdés. Hát figyelj, igazából kéne egy olyan hivatalos expedíció. Nem tudom, hogy mi akadályozza meg őket abban. Nem hiszem, hogy csak a pénz. Nem, a pénz. Itt nem erről van szó. Gabi. Hát olyan szervezetek vannak, olyan emberek vannak, akik ezért, hát ez a világ legnagyobb valami kincse lehetne, ott egy fémkönyvtár, ami a földönkvérek üzenetét tartalmazza, Gabi. Hát ez egy lenyűgöző, fantasztikus dolog lenne. És nem tudom, hogy miért nem tudnak tovább jutni, illetve miért nem találták meg még sehol sem azokban a dél-amerikai országban, amit itt szerepel, hogy ennek a több ezer kilométeres barlangrendszernek, mert ennek kéne lennie rengeteg-rengeteg sok bejáratának, a szellőzésének meg. Tehát azok, akik ott kutatnak, azoknak meg kellett valamit. Egyről nem esett szó, én az elején egy fél mondattal említettem, hogy Erdély, meg Dél-Amerika, de csak annyit mondtam, hogy az Uralban is találtak ilyen adatbázeket, ugye? Persze, azért mondom, hogy még számos helyen ezek voltak a legismertebbek, és a mi számunkra, úgy, mint a magyarság számára fontos valami, mert itt ilyen magyar őssokonsággal kapcsolatos információk voltak rajtuk. Tehát akkor még egyszer mondom a játék kérdést, hogy tulajdonképpen mikor hozta nyilvánosságra, mikor jelentette be, mai szóval érve, mikor szabadalmaztatta mindazt Juan Moritz János, amit ő felfedezett ott, az Andok barlangjaiban. És akkor megmutatom természetesen az egészségháborút, mármint a külön számot, amit meg lehet nyerni, és a hihetetlen féléves magazinra való előfizetését is. Úgyhogy nagyon várjuk a hihetetlen tv.kukac, hihetetlenmagazin.hu-ra a megfejtéseket. Még egyszer mondom, és mindig elmondom lakcímmel együtt, hogy el tudjuk küldeni a lapokat. Aztán örülünk, hogy néznek minket, hogyha nem látnak, akkor mit csináljanak? Hát a hatos csatornán nézenek bennünket, főadás minden héten pénteken este 9 órakor, a következő héten még 4-szer lemegy az adás. Aki ezt nem tudja megnézni, a YouTube-on minden eddigi műsorunk 2012-től napjánkig megtalálható.
a Hihetetlen magazin, illetve a Hihetetlen TV Facebook oldalán pedig a műsorhoz kapcsolódó videók, szövegek és képanyagok is vannak, és azok az anyagokat, amiket valamiért a Galád nagytestvér letiltott, azokról is információkat kaphatnak, hogy teljes egészében, amiben benne vannak a törölt részletek, hol tekinthetik meg. Ezért legjobb, hogyha itt élőben néznek minket. Így, a következő adásban maradunk még az aranynál, és a legendás aranykincsek, mert mint aki elvesztek. Arról lesz szó, gondoljanak, mire Salamon király kincsére, Eldorádon, amit keresnek, az aranyváros, meg hát talán még arról is, hogy mi minden van a tenger alatt, meg az elsüllyedt hajókban. Úgyhogy legendás aranykincsek nyomába eredünk, úgyhogy addig is egy hét múlva jelentkezünk, minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Tiltott igazság, a színfalak mögötti világ, történelem előtti civilizációk, az előző emberiség ideje, Tesla utolsó találmánya, telefon a túlvilágra, koronavírus összeesküvés, mindannyian célkeresztben vagyunk. A nap szigetei, magyar Atlantis kutatók, szolgának teremtve, az ősi India Leonardója, Isten az atomokban él. Anunnaki technológiák, mesterséges cunami, szellemgép, ősi csillagtérképek, gondolatgyarmatosítás, a nácik csodafegyverei, a Blue Beam Project, az új világrend változásai. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában, kapható az újságárusoknál.